A világjárvány okozta kényszerszünetet leszámítva már több mint egy évtizede hagyományos ékvágyi lovasnapok megvalósítása. A hagyományőrző nap részeként a lovardában tenyésztett két fajtát, a kisbéri félvért és a gidránt is megismerhette a közönség. A program céljaként a lovas kultúra népszerűsítését tűzte ki. Maga a rendezvény az 2008-ban kezdődött, akkor volt az első, egy egynapos baráti találkozónak egy kis fogadhajtással, egy kis díjugratással, egy kis bemutatóval, és most értünk el, ugye a Covid szünet miatt, most értünk el a 13-hoz, és most már egy kétnapos rendezvény van itt Sikvölgyön, vagy hát tudunk tartani úgy, hogy az egyik nap a díjugratásé teljes egészében, a másik nap, ami most jelenleg szombat, pedig családi nap van, egy kis gyerekprogrammal, fogatos baráti találkozóval. Próbáljuk a gyerekeket is belevonni és összetartani a csapatot, a segítőktől kezdve a versenyzőkig, tehát például holnap díjugratásban látunk olyan eszterházi lovas versenyzőt, aki majd 1-20-on a legnehezebb versenyszámba fog indulni. Gyakorlatilag együtt dolgozunk, hogy ez a rendezvény ez megvalósuljon. A rendezvényen az ország lovas egyesületei is lehetőséget kaptak a versenyzésre, továbbá a kapcsolatépítésre. 10 órakor kezdődött egy baráti fogatos találkozóval, ami 3-4-ig tartott, és most egy pályakarbantartás után kezdődik a délutáni műsor, ami 3 saját eszterházi lovasklubos bemutató fog tartalmazni, egy lovaskarüsszelt, egy fajta bemutatót, mert itt a Sikvölgyi Lovardában, tehát itt kint Sikvölgyön gidrán és kisbéri fajtákat tenyésztünk, illetve a legvégén egy militári vagy hát lovastusa bemutatót is fogunk látni. Ezen kívül lesz lovasi íjászunk, íjász bemutatónk, és lesz egy trükklovas bemutatónk.